Idősek, fiatalok, gyerekek mentek el az Iszka-Szentgyörgyi közösségi ház átadására, dacolva a fogcsikorgató hideggel. Nagyon örülök ennek az épületnek. Integrált közösségi és szolgáltató tér, ez a neve annak a pályázatnak, amelynek elnyerésével megvalósult az Iszka-Szentgyörgyiek egyik álma, mégpedig az, hogy legyen a faluban egy hely, ahol az emberek találkozhatnak egymással, közös programokat szervezhetnek. Ma átadták a település lakóinak az erre a célra épített közösségi házat, amely a kulturális események mellett számos helyi szervezet bázisa is lesz a jövőben. Kulturális programokat szeretnénk itt tartani, és a helyi egyesületeinknek lesz ez a bázisa. Tehát a Tűzoltó Egyesületnek, a Polgárőr Egyesületnek, a Foltvaró Klubnak, és hát azt gondoljuk, hogy olyan ifjúsági programokat tudunk itt szervezni, amelyek szintén a közösségi élet szívévé teszik ezt a helyet. Magyarországon ebben az évben több száz integrált közösségi és szolgáltató tér került átadásra. A program célja közös, de egyediségében mindegyik eltér a másiktól, mondja a V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Megfigyelhető az, hogy ahány település annyi fajta az épület kialakítása, mert a program lehetőséget adott arra, hogy a települések a sajátos igényeikhez igazítsák a funkciókat. A helyi néptánc együttes rövid műsora és a falu óvodásainak előadását követően újabb vendég érkezett. Egyenesen Lapföldről megjött a finn Mikulás, aki elhozta magával az Iszka-Szentgyörgyi közösségi ház jelképes kulcsát is. A világszerte igazinak tartott télapót ezután körbevették a gyerekek, akiknek hosszú perceken át ajándékokat osztogatott.